Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk nektek mai műsorunkban. A Puskás Akadémiát fogadja szombaton a kisvárdai futballcsapat. Vereséget szenvedett a MASZ otthonában a Nyíregyháza Blue Sharks. Ismét teljes értékű edzésmunkát végez a gyalogló Hellebrand Máté. Megszerezte második bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli. Hazai pályán szenvedett vereséget a listavezető Egertúl az NTK. Ferenci Tamás lett az MKOS megyei utánpótlás mentora. Szombaton ismét hazai környezetben lép pályára a kisvárdai futballcsapat. Dajka László jelenleg 11. helyen álló együttese, a 9.-ként érkező Puskás Akadémiát fogadja a Várkerti stadionban. Nem úgy alakultak az eredmények, ahogy szerettük volna, de hát ezek a csapatok azért papíron lényegesen erősebbek, és mint az eredmény mutat a gyakorlatban is. Viszont a játékunk azért nagyon sokat változott, a statisztikák azok mutatják, hogy labdabirtoklásban, védekezés szervezettségében azért léptünk előre, még a gólokat figyelembe veszem akkor is, mivel nem támadásból vertek meg, és nem lekontráztak minket, mint a korábbi meccseken, ahol nagyon sokszor esélyük sem volt arra, hogy helyzeteket alakítsunk ki. Most például a Honvéd elleni mutatót tudom mondani, az első meccsen, amikor kaptunk ott 4-et, akkor nagyon csúnya különbség volt a javukra, 60-valány százalék, a 30-valány százalék a szemben most megfordult, már mi nálunk volt sokkal többet a labda, ennek ellenére olyan buta hibákat követtünk el, amelyek az egyéni képességeknek köszönhető, sajnos rengeteg pontugásgót kapunk, bármilyen formát gyakorolnak a kollégák, területvédekezést, emberfogás, vegyes védekezést, sajnos mindig hiba csúszik a ennek elhárítására, ez köszönhető annak, hogy talán azok nagyobb képességű labdarúgók, akikkel szembeállunk, és a koncentráció nem megfelelő, vagy pedig az indulási sebességük jobb, de az elmúlt két mérkőzésen 4 pontrugásgót kaptunk, ami nem lenne, akkor sokkal több pontunk is lenne, és nagyobb lenne az önbizalma a csapatnak. A hátralévő mérkőzéseken talán egy kicsit képességbe közelebb vannak hozzánk az egyének, és a csapatjátékunk fejlődése továbbra is ebben az ütemben marad, az egyének pedig még fegyelmezettebbek lesznek, azt gondolom, hogy ellenük lehet lehetőség, ha bár a felcsuta gyenge rajt után azért jelentős változáson esett át, a teljes középpályukat kicserélték, elengedték, a mi ellenük még akkor pályára lépőket, a Zsidait, a Márkvártot, ők már azóta más csapatnál vannak, a Diálót, tehát tulajdonképpen ők is érezték, hogy könnyű technikás játékosokkal nem lehet az NBA-ben már érvényesülni, és most hoztak ők légiósokat, szintén erősebbeket fizikailag, akik mostanra már összeszoktak, és már jó eredményeket is produkáltak, az elmúlt fordulókban azért többször szereztek értékes győzelmeket, vagy döntetlent is, tehát ellenük mindenképpen nagyon nehéz lesz, de hát mindent meg kell tennünk, óriási akarattal kell játszani, és ha elkerülnek ezek a buta fegyelmezetlenségek, egyéni hibák, akkor én úgy gondolom, hogy lehet szansunk a Puskás ellen, és nagyon fontos lenne, hogy a hátralévő 3 fordulóban legalább 5 pontot tudjunk szerezni, hogy a tavaszra megmaradjon a matematikai esélyünk is. Én úgy láttam a csapaton, a fiúk szemében a harci tűz az megvan, nagyon-nagyon nagy alázattal végzik a munkát az edzéseken. Kérdés az, hogy a meccsen mi valósul meg belőle. Az elmúlt meccseken, ha bizonyos mutatókban és játékban, nem is, de gólokban elmaradt az ellenfelétől a kisvárda, amit tudtok tenni a hétközi edzéseken azért, hogy az hátralévő meccseken megváltozzon? Hát én úgy gondolom, hogy hetek óta kőkeményen készülünk, főleg egy kicsit a védekezésre tették a hangsúlyt, de ez mellett azért foglalkozunk a támadásokkal is. Én úgy gondolom, hogy hetek óta olyan munkát végez a csapat, hogy előbb-utóbb ez eredménye kell, hogy párosuljon. És nagyon remélem, hogy ez most fog megtörténni a Puskás ellen. Úgy készülünk, hogy mindenféleképpen itthon akarjuk tartani a pontokat. Milyen játék vezethet el a sikerhez? Én úgy gondolom, hogy a futballban nagyon-nagyon fontos az, hogy egy szervezett védekezés legyen az alapja mindennek, és abból át tudjunk menni támadásba, és helyzeteket teremtsünk. Tehát valahol ez a futball vezetne eredményre. Egy szervezett védekezés, minimális vagy nullára lehozni a védekezésünket, tehát nem kapni gólt, elő pedig mindenféleképpen biztos vagyok benne, hogy lesznek helyzeteink. Az, hogy ezt hogyan tudjuk értékesíteni, ezt nem tudom megmondani, de nagyon szeretném, ha még egyszer mondom, hogy megnyernénk a mérkőzést. Van-e nyomás a játékosokon, amiatt, hogy kieső zónába csúszott a csapat, és mennyire számítatok a közönség támogatására, hiszen eddig azzal nem volt gond? Hát a játékosokon azt kell, hogy mondjam, hogy természetesen van nyomás. Van nyomás, mert a sikertelenségből nagyon nehéz hétről hétre újraépíteni az egészet, de nekünk az a feladatunk, hogy hitet adjunk nekik, és rajtunk az látszon, hogy
mint amit őszintén belül is érzünk, hogy előbb-utóbb ennek a rossorozatnak vége kell, hogy legyen, és természetesen itt meg kell említeni, én úgy gondolom, hogy a mai napig fantasztikus a közönségünk, csodálatos, hogy szurkolnak nekünk, és csak azt tudom mondani, hogy a csapat, itt a szakmai stáb hetek óta azért összeáll és összedugja a fejét, és azt akarom mondani, hogy a csapat mindenféleképpen meg fog próbálni, minden héten meg akar felelni a közönségnek és saját magunknak is, és úgy gondolom, hogy ezen a hétvégén pedig meg kell, hogy nyerjük a mérkőzést, hogy legalább ennek a csodálatos közönségünknek valami kis örömet tudjunk szerezni. Az elmúlt fordulók eredményei nem úgy alakultak, ahogyan azt szerettétek volna. Eddig is minden meccs fontos volt, de most, ha lehet azt mondani, hogy még fontosabb meccs következik, milyen hangulatban, formában várjátok a Puskás elleni találkozót? Már nagyon várjuk ezt a találkozót, mert ugye az elmúlt meccseink nekünk sem úgy sikerültek, ahogy terveztük. Igazából nem sikerült pontot szerezni, és a mögöttünk lévő csapatok szerencsével, nem szerencsével, de nekik sikerült pontokat gyűjteniük. Úgy gondolom, hogy ezek a meccsek, amik tavaly is jöttek nekünk, ezeket kötelező jellegűleg meg kellene, hogy nyerjük, hogy legalább pontot szerezzünk. Igazából ugyanúgy készülünk erre a mérkőzésre is, mint a többire, mert a többi meccseken is eredményt szeretünk volna elérni, pontokat szerezni, úgyhogy nem különösebbképpen sem nem készülünk másképp erre a meccsre, mint akármelyik másra. Van esetleg nagyobb nyomás rajtatok az elmúlt fordulók eredménytelensége miatt? Úgy gondolom, hogy most lehet kisebb feszültséget érezni a csapaton, mert ugye bár eddig nem voltunk kieső helyen, ha nem nyertünk, mögöttünk is buktak általában, de most sajnos eljött az a széria, amikor mi kikaptunk, és mögöttünk sikerült nyerniük, ezért kieső pozícióba kerültünk. Te milyen formában vagy, hiszen a pályán vagy kulcsszerepet van elől is, hátul is? Az elmúlt két mérkőzésen nem kaptam szerepet a kezdőcsapatban, de mostani helyzet vagy szituációt talán megint lehetőséget fogok kapni. Én próbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy csapatot segíteni tudjam, vagy esetleg pontokat szerezzünk. Vereséget szenvedett a MAFC otthonában a Nyíregyháza Blue Sharks. A kékszápák az NB1B piros csoportjának rangadóját 82-73-ra kapta ki a fővárosban. Kicsit szomorú vagyok, hogy nem sikerült nyernünk, mert egy nagyon jó mérkőzést játszottunk, és ami nagyon jól esett természetesen a csapatnak és nekem is, hogy szinte hazai közönség előtt játszhattunk, mert nagyon sokan szurkoltak nekünk, és nagyon jó hangulat volt a mérkőzésen. Mi hiányzott ahhoz, hogy nyíregyházi sikerre záruljon a találkozó? Kicsit fegyelmezettebbeknek kellett volna lennünk, illetve több ilyen mérkőzést kellene játszani. A mérkőzés első negyede nagyon nagy MAFC fölénnyel indult, de ilyen előfordul egy mérkőzésen. A hazai csapat nagy lelkesedéssel, nagy lendülettel kezdett, és ráadásul be is estek azok a dobások, amik elég kockázatosak. Ez kétélű fegyver, hogyha ezek kimaradnak, akkor nagyon csúnya dolog tud történni a hazai csapat szempontjából, viszont nekik beesett néhány dobás, mi sajnos az első időszakban nem találtuk el a gyűrűt, és nem volt a legjobb dobóformánk, ennek eredménye volt az, hogy az első negyedben elhúzott tőlünk a MAFC, viszont erősek voltunk, nagyon szépen visszajöttünk, és a második félidőben volt is olyan szakasza a mérkőzésnek, amikor átvettük a vezetést. Egy vereségből is lehet építkezni, ebből mit lehet? Mindenképpen lehet, hiszen erősek voltunk, úgy érzem, hogy a kondíciónk jobb volt, mint a MAFC. Azt hiszem, hogy elég erős volt a csapatunk szombaton. Sajnos a 3 perccel a vége előtt jött egy olyan kritikus időszak, amikor volt néhány hiba a mérkőzésen, és az meghatározta a mérkőzés végkimenetelét is. Kell ott egy picit még fegyelmezettebbnek lennünk, egy picit ott jobban meg kell tartanunk a labdát, kell gyakorolnunk ezt a részét is, illetve kell ilyen mérkőzéseket játszanunk. Sajnos egy picit a piros csoport ugye erősödött azzal, hogy az NB1B országos kiterjedésű lett, nem csak a keleti régióban küzdő csapatunk, ugye ez már tavaly óta így van, viszont még mindig vannak olyan csapatok, akik eléggé kisebb játékerőt képviselnek, és utána jön egy ilyen MAFC mérkőzés, ahol hirtelen két, úgy gondolom, hogy jó képességű csapat csap össze, és sajnos itt egy-egy labda is meg tud határozni egy mérkőzést, és éppen ezért
még jobban kell figyelnünk ebben a végjáték, ezekben a végjáték szituációkban. A héten nem bajnoki meccset játszik a csapat, hanem Hepkupa mérkőzés Miskolcon, a legjobb 8 közé jutása tét. Idegenben sehol nem könnyű győzés, és kupa meccsen meg azt szokták mondani, bármi előfordulhat. Ez pontosan így van, és most újra acélozódhat a csapatunk, hiszen a MEAFC nagyon jó csapat. Ráadásul a hazai pályájuk egy picit furcsa számunkra, a talaj más, műanyag talaj van, ami nem ugyanúgy tapad a, és nem ugyanolyan irányváltoztatások vannak a megszokott cipők által, úgyhogy kell egy picit nekünk erre a mérkőzésre speciálisabban is készülnünk. Mi tovább szeretnénk jutni, a Hepkupában nagyon jó ott lenni a Final Four-ban, és mi szeretnénk ebben az évben is ott lenni. Felkészülünk erre a találkozóra, megint lesz egy pici hátráltató tényező, a mai nap délután a srácok néhányan elutaznak Szegedre egyetemi mérkőzést játszani, ami ugye azért fárasztó egy picit, mert este van a mérkőzés, éjszaka jönnek vissza, kedden délután kapcsolódhatnak be igazából újra a csapatnak az edzés munkájába, de hát nincs mese, föl fogjuk venni ezt a küzdelmet is, és természetesen szeretnénk Miskolcon is győztesen távozni a pályáról. Ismét teljes értékű edzésmunkát végez Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló felépült az Európa-bajnokságon elszenvedett lábtöréséből, és napi 2-3 tréninggel igyekszik utolérni magát. Szerencsére el szoktak kerülni az ilyen sérülések. Most viszont ugye eltört a lábam a berlini Európa-bajnokságon, és ezért 2 hónap kényszerpihenő várt rám. Ebből az első hónap volt nagyon rossz, akkor még a lakásból is alig tudtam kimozdulni, és a második hónapba kezdtem el már kicsit mozogni, úszni, kerékpározni, de így is nagyon sok kimaradt, és hát ezt próbáljuk most bepótolni. Edzőtáborból edzőtáborba járunk, és hát próbáljuk ezt a kimaradt időszakot most bepótolni. Milyen állapotban vagy a tavalyi állapotodhoz képest, az ilyen időszakbeli állapotodhoz képest? A kezdet az nem volt könnyű. Rögtön egy debreceni edzőtáborral kezdtük a felkészülést. Az első 2 hétben teljesen úgy éreztem magam, mint egy kezdő sportoló, vagy egy hobbi sportoló. A púzusom, az állóképességem, az izomzatom, minden nagyon gyenge volt. Viszont most már szépen kezd napról napra jobb lenni. Még távol állok a csúcsformától, vagy attól az állapottól képest, ahol tavaly ilyenkor tartottam, de bízunk benne, hogy a tavaszi versenyekre már ez már javulni fog. Túl vagy egy 2 hetes tatai edzőtáboron, egy másfél hetes tatai edzőtáborozás előtt állsz. Mi az, amilyen más tudtok elvégezni tatár, mint mondjuk itthon? Sokkal kényelmesebb az otthoni edzőtáborban készülni, mint itthon. Ott minden egy helyen van, a pályától kezdve az uszoda, a konditerem, az étkezéssel se kell foglalkozni, hogy most megcsinálni, bevásárolni. Sokkal kényelmesebb, és tényleg csak az edzésre, illetve a pihenésre tudunk koncentrálni, illetve jövő héten például az egész válogatott ott lesz, és így legalább tudjuk egy kicsit húzni is egymást. Az évele általában a meleg évgövi edzőtáborok ideje, te tudod-e már, hogy hova utazol? Úgy néz ki, hogy január, illetve februárban Portugáliába fogunk menni 2-3 hétre. Hát ez nekünk ilyen nagyon kritikus időszak, ez nekünk feltétlen kell, hiszen hogyha leesik a hó, vagy ha tényleg ilyen nagyon kemény mínuszok lesznek, akkor nekünk az nagyon hátráltatja a kinti edzéseket, és mivel márciusban nekem már lesz egy elég fontos kvalifikációs versenyem, ezért nekem ott már csúcsformába kell lenni, ezért is lesz nagyon fontos ez a 2-3 hét edzőtábor. Jövőre Katarban világbajnokságot rendezek, a nyár végi időszakhoz képest picit később, október végén. Jelent ez különbséget a felkészülésben a korábbiakhoz képest, és említetted, hogy fontos versenyed lesz, ezek szerint még nincs meg a kvalifikációs időd. Oda még nekem meg kell majd csinálni a szintet, ez lesz az elsődleges feladat, és hát igen, elég furcsa lesz, hogy nem augusztusban, hanem októberben lesz a világbajnokság. Ez hát a felkészülést is nagyban fogja módosítani, hiszen 2 hónappal kitolódik az egész szezon, és hát teljesen máskorra kell majd a csúcsformát élesíteni, illetve nekem már márciusban is csúcsformába kell kerülnöm, szóval egy szezonon belül 2-szer kell majd ezt megcsinálni, ami hát elég nagy kihívás lesz, illetve már megvannak a pontos időpontok,
a rajtnak az időpontjai, és hát nekem egészen extrém időpontban lesz a rajtom, nekem ottani idő szerint 23 óra 30 perckor lesz a rajt, és hát egy ilyen 4 órás verseny az azt jelenti, hogy hajnal 4-ig fogok versenyezni, ami megint egy elég nagy kihívás lesz, mert most azon gondolkodunk, hogy akkor nekem az ottani napjaimat, vagy a megelőző hetekben nekem már itt most már el kell kezdenem az aklimatizálódást, vagy esetleg gondolkodni kell, hogy akkor én napközben alszok itthon, és akkor majd este kell majd az edzéseket végezni, hogy ott ez már ne boruljon fel. Az olimpiai kvalifikációról lehet-e valamit tudni? Korábban szó volt arról, hogy a teniszezőkéhez hasonló virágranglista dönt majd az indulásról. Erről tavaly esett először szó, akkor kezdték mondogatni, hogy lehet, hogy ez a szintes megoldás ez most változni fog, és hogy most már a világranglista alapján fogják kiosztani a helyeket az olimpiára, illetve a világbajnokságokra. Viszont egészen friss hír, hogy mégsem változtatnak ezen, legalábbis a jövő évben még biztosan nem. Még minden marad a régiben, szóval, hogy kvalifikációs szintidőket kell majd teljesíteni. Az még pontosan nincs meg, hogy ez percre pontosan mennyi lesz, ez majd december elején fog kiderülni, de az a lényeg, hogy ez most nem fog változni. Ami nekünk igazából jó hír, mert pont egy ilyen fontos időszakban, világbajnokság, illetve már a 2020-as olimpia előtt, ez eléggé fura lett volna, hogy most hoznak be egy ilyen teljesen új rendszert. Nekünk ez még így jobb, hogy marad minden a régiben. Megszerezte második győzelmét a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese, idegenben 75-70-re verte a DVTK 23-as csapatát. Eleve úgy indultunk neki, hogy ha nem muszáj, akkor több játékosokat nem küldjük majd pályára. Igen ám, csak ugye közölt ez a hányás hasmenészes korszak, tehát ugye aki addig épp és egészséges volt, már most az sem volt épp és egészséges. Tehát ugye megpróbáltuk ugye azokat a játékosokat mozgósítani, akik egyáltalán annyira képesek voltak, hogy legalább egyenes irányba tudtak futni. Tehát innentől kezdve behatárolt volt minden téren úgy a támadásunk, mint a védekezésünk. Egy szerencsénk volt, hogy a Diós Győr egy nem jött ki egész pályás letámadásra, kettő nem tudta kihasználni azt, hogy ugye lényegesen gyorsabbak voltak. Tehát vagy nem vették észre, hogy ugye nekünk féllábú játékosaink voltak a pályán, vagy hogy egyszerűen valami másra készültek, majd is lehet, hogy egy junior mérkőzésre készültek. Tehát ugye az elején ugye egészen szépen kosárlabdázgattunk, próbáltunk kintről dobni, de hagytak is bennünket egyébként kintről dobni, beálltak szintén egy 2-1-2-es zónába, tehát mindenféleképpen a palánk alatti játékunkat akarták semlegesíteni, ugye mert per pillanat úgy tűnt, hogy ott vagyunk a legpont erősebbek. Ez egy arabik sikerült is, aztán az Anna Takács annak kintről betalált, akkor ugye már volt két emberünk is, akit védeni kellett volna, ez néha-néha össze is jött. A harmadik negyedben úgy nézett ki, hogy kész mindennek vége, elhúzott az ellenfél már több mint 10 ponttal, és akkor ugye húztunk egy nagyon merészet, ugye bevetettük a harmadik sérült játékosunkat, aki ugyan már egy hónapja elkezdett edzeni, de ugye még mindig nem 100%-os a lába, de ő legalább oldalirányba tudott futni, tehát innentől kezdve azért már a védekezésünk sokkal stabilabbá vált, tehát az első két emberünk a fönti kicsiket megoldották, palánk alatt telepatonokat le tudtuk szedni, néha-néha betaláltunk kintről is, innentől kezdve sima út volt a győzelem felé. Az első siker után a másodikra elég sokat kellett várni, most viszont olyan mérkőzés következik, ahol a közvetlen rivális azonos mutatóval álló Kecskemét lesz az ellenfél. Így van, tehát ugye most bízunk abban, hogy a sérültjeink ugyan még egy hetet már pihentek, tehát bízunk abban, hogy azért ők már most jobb állapotban vannak, egy hazai pályán vagyunk, azért az még tehát mindig könnyebb azért egy hazai pályán kosárlabdázni, és reménykedünk abban, hogy azok, akik ugye már lassan egy hete otthon vannak ezekkel a vírusos fertőzésekkel, azok is előkerülnek, és bizakodvunk abban, hogy talán itt az év végére egy helyek közel 80%-os csapattal fogunk tudni játszani a Kecskemét ellen. Itt szerintem szintén a palánk alatt lehetünk veszélyesebbek, mert egy aránylag alacsony szerkezetű csapata van a Kecskemétnek, az viszont tény is való, hogy egy igencsak agresszív, kemény kosárlabdát játszanak, tehát mindenféleképpen szükség van arra, hogy a fönti kis embereink, azok úgy a támadásban, mint a védekezésben, keményen pörögve védekezzünk, támadjunk, tehát ugye azt is kell elfeledni, hogy itt azért igen kemény ütközésekbe is bele kell szaladnunk. A Kecskemét biztos, hogy kifogja az egész pályás letámadásra, tehát nekünk ugye a hét hátra lévő részét arra kell használnunk, hogy ezeket a feladatokat megpróbáljuk megoldani, és úgy felkészülni, hogy hazai pályán begyűjthessük végre a harmadik győzelmünket is.
Hazai pályán szenvedett vereséget a listavezető Egertől a Nyíregyházi Teke Klub együttese. A vendégek 5-3-ra nyertek a Városi Stadion Tekecsarnokában. Az első helyezett Eger ellen diadalmaskodnunk kellett volna ahhoz hazai pályán, hogy az őszi elsőségünk meglegyen. Nem így alakult, bár a mérkőzés egészen jól indult számunkra, ugyanis a Magyarorsi Péter és jó magam is megszereztük a fontos csapatpontot, és több mint 60 fás előnyt szállítottunk a Nyíregyházi részre. A középső sorban azonban a vendégek óriásit produkáltak, visszadolgozták hátrányukat, sőt előnybe is kerültek, és megszerezték a csapatpontokat, így a záró sorra maradt a döntés, ahol a hakkérdező Fehér Béla párosunknak mindenképpen a kezébe volt a lehetőség. A Dezsőnek nem sikerült annyira jól az indulás, de folyamatosan visszadolgozta a lemaradását, míg a végén közel 20 fával diadalmoskodni tudott a vendégjátékossal szemben, és nagyon fontos csapatpontot szerzett. Azonban mellette a Fehér Béla, a sérüléssel vajlódó Fehér Béla csupán 60 dobásig bírta a gurításokat, még ráhúzott egy 30-as szériát, de akkor már igencsak fájt a csípője, úgyhogy le kellett cserélni, és a Ráski János hiába próbált meg mindent, egy egészen jó játékot produkált 30 dobás alatt, de a vendégek olyannyira elkapták a fonalat, hogy nem tudtuk ledolgozni a hátrányunkat, és közel 20 fás vereséget szenvedtünk hazai pályán, és így alakulhatott ki, hogy 3-5 arányban kikaptunk az Egertől Nyíregyházán. Mennyire volt váratlan ez a vereség? Hát mindenképpen váratlan volt, mert úgy gondoljuk, hogy több van bennünk. Igazából csapatfa szintjén nem volt kiemelkedő eredményünk, azonban rossz eredményünk, beégő eredményünk sem volt, ugyanis az 541 fa hazai pályán a legalacsonyabb fánk volt, ez mindenképpen megsüvegelendő. Egységesen dobtunk, de ahogy mondtam, nem volt kiemelkedőnk, míg a vendégek mindent egy lapra feltéve, több jó egyéni eredményt produkálva sajnos megérdemelt. Nem vitték el a 2 pontot Nyíregyházáról. Mennyire lesz nehéz majd a tavasz, hiszen azért a bajnokság kezdet előtt nem kalkuláltatok ennyi vereséggel? Mindenképpen nehéz lesz, bár még van egy elmaradott mérkőzésünk. A hétvégén fogjuk bepótolni a Bátonytereny elleni hazai mérkőzésünket. Amennyiben ezt sikerrel veszük, így csupán 2 ponttal leszünk lemaradva az Egerrel szemben. Így egy olyan tavaszi rajtra fordulhatunk, ahol bármi benne van a pakliban. Eléggé kiegyenlített a felső rész is, a középső rész is. Bárki bárhol képes diadalmaskodni, illetve nem várt buklásokat is produkálni. Bízunk benne, hogy a következő hétvégi elmaradt meccsünket megnyerjük, és akkor majd a tavaszra mindenképpen egy kiélezett párharcot vívhatunk majd az Egerrel, és a sorsnak a érdekessége, hogy majd a legeslegutolsó fordulóba fogunk Egerbe utazni, ahol majdnem azt mondom, hogy akár eldőhet a bajnoki cím, de addig még borzasztóan sok mérkőzés van hátra. Először legyünk túl ezen az elmaradott mérkőzésen, és majd utána készülhetünk a tavaszi nyitányra. Ferenczi Tamás lett a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének megyei utánpótlás mentora. A szakember feladata az, hogy először tanácsadással, majd ellenőrzéssel segítse a megyebeli fiatal kosarasok képzését. A szövetség leginkább azt szeretné elérni, hogy U14, U16 és U18-as korosztályban ezek az úgynevezett utánpótlás mentorok először segítő szándékkal próbáljanak az edzőknek tanácsot adni, és a későbbiekben pedig ellenőrizni majd a szakmai munkát. Elsődleges cél az, hogy 2 éve a szövetség létrehozott egy technikai, taktikai, fizikai képességfejlesztő honlapot, ahol a képzési szisztémát, a technikát, a taktikai repertoárt föltöltöttük. Ebben jó magam, Zsoldos András, illetve Horváth Imre kollégám a taktikai részről, a technikai részről pedig Váradi Attila vett részt és tevékenyen hoztuk létre ezt a honlapot. Ennek a honlapnak a használatára szeretnénk az edzőket megkérni, és akkor a későbbiekben a korosztályos utánpótlás válogatottaknál már azt tapasztalnánk, hogy az innen a megyékből javasolt, illetve kikerült tehetséges játékosok egységes képzési szinten vannak, és nem lesznek különbségek a játékosok felkészültségében. Létszámot tekintve, Fehérfoltakat tekintve, hogy néz ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megye? Én kaptam 10 egyesületet, akit látogatnom kell. Az előzetes beszélgetések során kiderült, hogy ebből a 10 egyesületből 4 egyesületben folyik U14, U16 vagy U18-as korosztálynál munka. Van olyan egyesület, ahol csak egy korosztály, van, ahol a teljes utánpótlás életkorosztályok megtalálhatók, és ennek a 4 egyesületnek éppen holnap lesz majd az első ilyen alkalom, amikor találkozni fogunk, ismertetni fogom az ő feladatukat, az én feladatomat, hogyan, miként fogunk tudni együtt dolgozni.
későbbiekben még az sincs kizárva, mivel a mi megyénkben mindösszesen 4 ilyen klub van, aki ennek a kritériumnak megfelel, hogy más megyékben lévő egyesületeket is látogatnom kell. Nevesítsék már ezt a 4 klubot. A Nyíregyházi Kossársuli utánpótlás, tehát a lányvonalon található egy csapatunk. A Nyikse csapata, a Nyíregyházi Kékcápák csapata és az Ébrány U16-os csapata szerepel a regionális vagy kiemelt bajnokságokban. Dolgoztál sokat felnőtt csapattal, nagyon sokat utánpótlás csapatokkal. Mi a tapasztalatod egyébként? Egy új dologra mennyire vevők, mennyire nyitottak az edzők? Azt kell, hogy mondjam, hogy a TAO rendszernek köszönhetően most már az edzők anyagilag is meg vannak becsülve. Tehát most már olyan gondokkal és problémákkal nem küzdenek, hogy esetleg másod, harmad, negyed vagy akár ötöd állás mellett kell nekik edzősködni, és éppen beesnek edzésről, vagy egyik edzésről rohanni kell egy másik edzésre a csapatok mellé. Tehát most már a mennyiség helyett inkább a minőségi munkára szeretnénk, hogy átkerülne a hangsúly. Én bízom benne, hogy sok fiatal edző van, itt a mi városunkban is, de akár országos szinten is. A fiatalabb edzőket is szeretnénk ugye az újdonságok felé terelni, és kérjük azt, hogy használják ezt a honlapot. De pozitív példaként említhetem Sallai Jóska tanárbácsit, aki a mai napig is minden egyes újításra vevő, és számtalanszor, amikor találkozunk, akkor ő mindig kérdezi, hogy esetleg van-e valami olyan újdonság, ahonnan szakmai tapasztalatot, ismeretanyagot tud szerezni. Mennyi idő után lehet lemérni, hogy mennyire sikeres ez a program, mennyi lehet a kifutása, hiszen a cél azt gondolom, hogy minél több tehetséges magyar fiatal kerüljön a csapatokhoz. Jelen állás szerint ugye a férfi bajnokságban 5 külföldi játszott, és csak az extra tehetségesek kerülnek oda a felnőtt csapat közelébe vagy a pályára, ami azt is jelenti, hogy sokan esetleg motiváció hiányában alacsonyabb osztályban folytatják, vagy abba hagyják, ami tekintve, hogy több év, akár évtizedes munkát tesznek bele, mindenképpen kár. Megbecsülni pontosan nem nagyon lehet ezt a programot, hogy mikorra várhatók az első pozitív hatások. Egy év biztos, hogy rá fog arra menni, hogy ezzel a mentorálási feladattal segítséget nyújtsunk az edzőknek. Én úgy gondolom, 2-3 év kell ahhoz, hogy a következő lépésben bevezetjük majd az ellenőrzést, ahol már valamilyen szinten minősíteni is fogjuk majd a szakmai munkát, ami a klubokban zajlik. Egy ilyen 4-5 éves intervallum az, mikor azt mondom, hogy a mostani U14-esek vagy U16-os játékosok akkor fognak odajönni, akkor lesznek 18-20 évesek, hogy akkor már én bízom abba, hogy egy magasabb minőségi szintet fognak képviselni, és elmondhatjuk azt, hogy ez a program sikeres volt. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!